Az Európai Bizottság példáját követve online konzultációt indít a nyugdíjakról a Demokratikus Koalíció. Arról kérdezik az időseket, hogy mire van szükségük, mit látnak problémának és miben lehet nekik segíteni. Skype-on kapcsoljuk Dobrev Klárát. Így is van, Dobrev Klárával folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Jó napot kívánok! És ugye az ön által indított konzultáció az európai nyugdíjasok megélhetéséről és a nyugdíjakról szól, illetve hát ezen belül a magyarokról, mert hogy az Európai Bizottság is indított egy ilyen témájú konzultációt. De mielőtt ebbe belevágunk, én kíváncsi voltam, hogy konkrétan miről szólnak a kérdések, és ezért oda kattintottam, és eléggé meglepődtem, hogy ugyanazokat a szenzitív adatokat kéri tőlem a DK is, mint amit mondjuk a nemzeti konzultációnál most a kormány, amit viszont kritizál a DK, hogy ne kérjék, ne használják adatgyűjtésre a járványt. Akkor ide megadjuk, oda meg nem adjuk meg? Hát nézze, ezért az egy önkéntes konzultáció, ahol az emberek véleményére vagyunk kíváncsiak, és akik kitöltik, azon szívesen veszük fel a kapcsolatot. Egyébként kínosan ügyelünk arra, hogy minden adatvédelmi szabályt betartsuk, de majd megkérdezem a kollégáimtól, hogy őszinte legyek, azért a webes oldal kialakításának azért nem vagyok nagy szakértője. Ha megenged egy kis pikért megjegyzést, épp végighallgattam az előző beszélgetését, engem a fideszes politikusokban mindig lenyűgöz, hogy ők a mindenhez is értenek, hogy fociklubok, sportegyesületek, egyetemi kuratóriumok, feltalálók, ők mindig mindenhez értenek. Én bevallom, hogy nagyon sok mindenben nekem kérdeznem kell, és a kollégáimhoz kell fordulni. Én nem vagyok egy ilyen mindenhez is értő politikus, úgy látom Stumpf István ez mégis egy olyan. Elmagyarázta az imént, aztán majd a nézők eldöntik, hogy hogy kapcsolódik össze a vidékfejlesztés, meg a vidéki egyetemek fejlesztése, ugye ez volt az indok. Na mindegy, szóval, hogy igen, tehát a név, a születési dátum, az e-mail cím, telefon és a cím, és a hozzájárulás, hogy a DK felvegye a kapcsolatot. Ez volt az, amin én meglepődtem. Egyébként a fideszes konzultáció is teljesen önkéntes, ugyanúgy, ahogy a DK. Itt most nem a regisztrációról beszélek, hanem a mostani nyitásos konzultációról. A legfontosabb dolog az az, hogy amikor egy döntést meghozunk, és azért, hát hogy mondjam, nem pontosan ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl, mint a kormány, hiszen azért a kormánynak mindig egy ilyen álkonzultációs kérdései vannak, annyira kilóg a lóláb, hogy igazából nem kíváncsi az emberek véleményére. Azt is látom, ahogy egy-egy döntés előtt nem kérdezi meg mondjuk a civil szervezeteket, szakszervezeteket, nyugdíjas szervezeteket, hiszen abból is nagyon sok van. Nekem feltett szándékom, hogy a következő hetekben, hónapokban minél több emberhez eljussak, amennyire a járványhelyzet engedi, személyesen is találkozni kisebb csoportokban, Budapesten is, nagyvárosokban, vidéken, kisebb falvakban. Egyeztettem különböző nyugdíjas szervezetekkel, jövő héten is egyeztetek velük, és nagyon szeretném még ezt, különösen járványhelyzetben ezt a fórumot is megragadni. Szerintem megalapozott döntés csak úgy lehet hozni, hogyha közösen hozzuk meg. Nincs az az okos politikus, aki mindenhez ért. De azért, hogyha kezét a szívére teszi, és akkor eljutottam a kérdésekig is, tehát hogy kiderül, hogy mondjuk azt kérdezik, hogy mennyire tartja súlyos problémának az időskori szegénységet, követni kell a nyugdíjak emelésének a bérek emelését, nagyobb arányban kell a kisebb nyugdíjakat emelni, mint a nagyobbakat, vagy hogy a beteg családok ápolásánál el kell ismerni a nyugdíjak kiadásánál. Szóval ezekre általában a magyarok többsége azt mondja, hogy persze, 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 nem? Meg fog lepődni, már belenéztem egy kicsit egy-két válaszba, hát értelemszerűen ez még zajlik, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél többen ki fogják tölteni. De például az arra a kérdésre, hogy a nyugdíjkorrekciót, ugye így hívjuk azt, amikor az alacsony nyugdíjakat, a kis nyugdíjakat nagyobb mértékben, a magasabb nyugdíjakat alacsonyabb mértékben emeljük, így kiegyensúlyozva a nyugdíjakat, azon nagyon sokan egyetértenek, de jó páran voltak, akik azt mondták, hogy nem, hiszen a nyugdíj az a ledolgozott éveket, a beosztást, a tudást, a végzettséget is tükrözi, nem pusztán egy szociális juttatás. Például ebben érdemes elgondolkodni, hogy azt az igazságtalanságot, ami azért alakult ki, mert más időpontban mentek nyugdíjba, másképp számolták a nyugdíjat, és ugyanazt a munkát végezték ugyanannyi évig, és mégis 30-40 ezer forint havonta a különbség a nyugdíjok között, az egy igazságtalan különbség. Ezek azok a finom dolgok, amelyekre érdemes odafigyelni, és érdemes nagyon sok mindenkivel végigbeszélni. Ugyanez vonatkozik az indexálásra, ha még ezt megengedi, hiszen most nincs
indexálás, pontosabban csak az inflációval, ráadásul nem is egy nyugdíjas inflációval, hanem egy annál jóval alacsonyabb inflációval nőnek a nyugdíjak. Tehát most úgy tűnik, mintha a kormány úgy gondolná, hogy ezzel a nyugdíjasok túlnyomó többsége egyetért, szerintem nem. Uh-huh. Úgyhogy sokkal árnyaltabbak ezek a kérdések, és abban is reménykedem, hogy árnyalt válaszokat fogok rá kapni. És hogyha mondjuk az alacsony nyugdíjak korrekciójánál azok a válaszok kerülnek többségbe, amit az imént említett, hogy nem, a nyugdíj az egy járandóság, aki kevesebbet dolgozott, vagy rossz időben ment nyugdíjba, az így járt, ezt utólag ne korrigáljuk, akkor a DK milyen álláspontot fog képviselni, hogy szembe menve mondjuk ezzel a választói akarattal igenis korrigálni kell, vagy elfogadja a választói akaratot? Hát ugye a demokratikus koalíció 2022 után egy koalíciós kormányzásra készül, úgyhogy a többi párttal közösen fogjuk a nyugdíjpolitikát is megállapítani. De ha az én személyes kérdésemre vagy véleményemre kíváncsi, hogy én például mit fogok képviselni egy ilyen tárgyaláson, akkor azt fogom képviselni, hogy azt az igazságtalanságot, hogy ugyanannyi ledolgozott év után és ugyanolyan munkakörben dolgozók után különböző legyen a nyugdíj, az szerintem nem tisztességes, az valahogy igazságtalan. Az, hogy valaki adott esetben több évet dolgozott, vagy többet tanult, és ezért magasabb a nyugdíja, az pedig egy olyan, amit el kell fogadni. De van valami, amiben mindannyian egyetértünk, hogy ami elfogadhatatlan, és döbbenten látom, hogy a kormány semmit nem tesz ennek érdekében, az éppen, hogy az időskori szegénység kérdése. Nem tudom, mennyire vannak tisztában azzal a nézők, hogy az elmúlt 10 évben az Orbán kormány kormányzás alatt, miközben nőtt a gazdaság, miközben volt pénze a kormánynak, az időskori szegénység az 2010-ben 3% volt, most több mint 11%. Minden tizedik magyar nyugdíjas nyomorog. És itt nem csak a 28 ezer forintos minimál nyugdíjról beszélek, ami egész egyszerűen vérlázító, hanem gondolják végig, hogy 50, 60, 70 ezer forintból élnek emberek ebben az országban, és ez szerintem tisztességtelen. Én azt látom, hogy az ellenzéki pártok is egyetértenek abban, hogy ilyen tisztességtelen rendszert nem lehet fenntartani. Volt még egy teljesen más témában is egy fontos megjegyzése azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzt kap az Uniótól a következő években Magyarország, ez 15 milliárd euró, és azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy mostantól máshogy ellenőrzi az Unió ezt a pénzt, és azt emelte ki, hogy egyrésztről muszáj társadalmi egyeztetést folytatni, másrésztről nem elég csak utólag benyújtani a számlákat, ugye ez általában utófinanszírozásban működik, mert hogy megnézik, hogy hogyan valósultak meg a tervek, és ez milyen reformhoz kötődik. Na de a hazai gyakorlatot azért már egy kicsit látva, nem lehet, hogy akkor majd az fog történni, hogy a kormány egyeztet valakivel, mert mindig szembe jön valaki, akivel lehet egyeztetni, ezzel nem szokott probléma lenni, illetve, hogyha esetleg nem fogadja el az Unió azt, ami történt, akkor meg jó, hát akkor így jártunk, és majd a költségvetés állja. Hát az a veszély, hogy a kormány egyébként a magyar embereket és a magyar költségvetést fogja még az utolsó egy évében kifosztani, ez a veszély, ez fennáll, és meg kell próbálnunk egyébként ezzel mindent megtenni, és meg kell próbálnunk legalább az európai pénzeket megvédeni, hogy a 2022 után kormányra kerülő ellenzék, demokratikus ellenzéknek legyen lehetősége tisztességesen, és nem oligarchák keze közé vinni ezt a rengeteg pénzt. De a legfontosabb dolog az, hogy január 1-e óta már életbe lépett a jogállamisági záradék. És ez vonatkozik a társadalmi egyeztetésre is. Vonatkozik arra is, hogy a kormány megkérdezi-e az önkormányzatokat, a civileket. És azt látom, hogy az ellenzéki politikusok itt az Európai Parlamentben is minden pártból nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy na most aztán oda nézzünk a kormány körmére, és nézzük meg, hogy mire költik a pénzt. Mi például a jövő héten fogunk levelet írni minden ellenzéki önkormányzatnak, hiszen pontosan látjuk, hogy az ellenzékieket hagyja ki a kormány a fejlesztésekből, ahol pontosan megkérdezzük őket, hogy megkérdezte őket a kormány, elmondták-e, hogy milyen célokra szeretnék költeni a pénzt, és megjelentek-e ezek a célok a kormány által majd leadott tervben. Ezt meg fogjuk nézni. És a válasz azokat pedig be fogjuk nyújtani a bizottságnak. Ha úgy tetszik, akkor egy párhuzamos ellenőrzési mechanizmust fogunk felépíteni, és ennek az eredményeit pedig a bizottság elé fogjuk tárni. Nem fogjuk engedni, hogy ezt a pénzt is ellopják, mint hogy az elmúlt 10 évben mindent. És ezt a bizottság azt is figyeli, hogy mondjuk megkérdezi az ellenzéki önkormányzatokat a kormány. Most ugye a héten is azért kompenzációügyben több ellenzéki önkormányzattal leült Gulyás Gergely, de mondjuk mondhatja azt a kormányt, hogy ezek nem jó célok, nem ért velük egyet. Akkor mi van? Megkérdezte, de...
Nem. Éppen ezért mondtam, hogy megkérdezi, illetve meg fogjuk nézni, hogy a kormány által leadott tervben, ami egy nyilvános terv lesz, mennyire jelennek meg ezek a célok. Uh-huh. Mennyire vannak ott azok az igények, amelyeket az ellenzéki önkormányzatok fogalmaztak meg. Itt nem elég egyszerűen csak pipálgatni, hogy megkérdeztem a, nem tudom én, Cöffet mondjuk, hogy mi a véleménye, és a győri polgármestert? Hát egyáltalán nem. Itt olyan iszonyatosan sok pénzről van szó, amit az Európai Unió mozgósított, és amit Magyarország is megkap, hogy erre a pénzre már nagyon odafigyelnek Brüsszelben is, és azt tudom ígérni mindenkinek, hogy az ellenzéki pártok és politikusok is oda fognak rá figyelni. Dobrev Klárának köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, további szép estét kívánok. A reklám után mi pedig Dömötör Csabával és Lantos Gabriellával jövünk vissza, tartsanak velünk.